Az ATV Klasszikban olimpiai bajnokok, nagy sportemberek Rónai Egon húzós műsorából. Pásztori Dóra 1984. április 4-én született, Sydney és Athén paralimpiai bajnoka. Utálja a mazsolát és a koránkelést. A száraz villányi vörös, a kakasos nyalóka és a dobostorta, valamint a négyes szám a kedvence. Mottója, jó, hogy ilyennek születtem. Hát én sok mindent értek, ez a kakasos nyalóka. Ez honnan van? Hát ez szerintem Athén előttről van, amikor is nagyon szigorú fogyókúrára lettem fogva, gyakorlatilag 14 éves koromtól kezdve folyamatosan, és akkor, amikor jól teljesen... Jelentem, ez még most is tart a jelek szerint. Igen, pont most voltam Tolja bácsinál az úszodában 3 napja, és mondta, hogy jó súlyban vagyok, kezdhetjük a londoni felkészülést. Na, erre úgy is akartam kérdezni. De a kakasos nyalókára visszatérve, akkor, ha jól teljesítettem egy edzést, ami viszonylag ritka volt az én esetemben, akkor kakasos nyalókával jutalmaztam magam, és Athénban a 40 fő szurkolótábor, aki kikísért, ők mindenki hozott egy darab kakasos nyalókát, amit az aranyérem megszerzése után megkaptam, még azóta is van belőle szerintem. Hát igen, ez a kakasos nyalóka mérgezés lett volna, igen. Adott értéket. Tolja papa, szóval Petrov edző, aki a te edződ apró lánykorod óta, és akinek voltak éppen ezen a módon mindent köszönhet, rendszeresen azzal zaklat, hogy menj vissza edzeni és indulj Londonban. Ezt most is megpróbálta? Ez így van, és most, hogy Janet Stevens bejelentette, hogy újra kezdi 39 évesen két gyerek után, ezt azt gondolom, hogy 40 éves koromig téma lesz, Tolja bácsinál, de hát ettől... Akkor most Janet Stevensre haragszol egy picit, emiatt? Kicsit igen, meg mindenkire, aki újra kezdi. Ez tényleg elmúlik? Tehát valóban úgy van, hogy azt szoktad mondani, és az ember mindig azt gondolja, hogy jó, hát egy kicsikét póz, egy picikét szerep talán, hogy hát én soha többé nem megyek medencébe, én utálom az egészet, gyűlölöm az uszodát, nem vagyok hajlandó úszni. Ez tényleg igaz? Ez így van? Nem, most már próbálok nem ennyire szélsőségesen fogalmazni, de azért rám jellemzőek a szélsőséges érzelmek, és igen, ez nem táplálok pozitív érzelmeket az úszás iránt, viszont én versenyző élsportoló koromban sem azért úsztam, mert nagyon szerettem úszni, hanem mert imádom a versenyzést, a versenyhelyzetet. Győzni szerettél. Igen. És ez a mai napig így van. És most tehát mi okozza számodra ugyanazt az örömet, mint amit akkor a győzelem? Vagy mi az, ami hajt téged előre minden nap, hiszen akkor tudtad, hogy miért mész minden nap reggel 5:30-kor otthonról el az uszodába, miért számolod a csempéket, és miért énekelsz a víz alatt, szóval... Hát a visszavonulásom után nagyon sokáig motivált az, hogy elhitessem az emberekkel azt, hogy ez egy jó döntés volt. 20 évesen, 2 paralimpiai cím és világcsúcs után abba hagyni az úszást. De jó, de hát azért ez nem egy győzelmi cél, tehát az egy nagy siker, ez, ha megértik, életben, hogy nem akarok tovább úszni. Igen, viszont az életben, hogyha én a mai napig olyan típusú győzelmeket keresnék, mint amit az úszodában és élsportban, akkor soha életemben nem lennék még egyszer boldog és elégedett, mert azt hiszem, hogy az ember életében egyszer adatik meg egy ilyen lehetőség, ráadásul nem tudnék a civil életben olyan típusú területet mondani, ahol olyan egyértelműen mondjuk szeretik vagy elismerik az embert, mint a sportolókat. Miért így tudsz? Nem értem a kérdést. Nem tudnál olyat mondani a civil életben, ahol egyet... Hát igen, akkor ennyi erővel úszhatnál is. Ez így van, viszont azt mondom, hogy át kellett alakítani a célokat, át kellett alakítani a sikerhez való viszonyomat, és azt gondolom, hogy 20 éves korom után, vagy most 27 évesen ez sikerült. Igen, akkor most válaszolsz a kérdésemre, ugye? Tehát ma mi a siker? Ma miért küzdesz? Egyrészt a szakmai sikereknek nagyon-nagyon tudok örülni, tehát hogy azokon a területeken, amiken én mozgok és dolgozom, akár a marketing területén, akár a kommentátorkodás, akár az esélyegyenlőségért való harc, hogyha ott tudok eredményeket elérni, akkor boldoggá tesznek, és ott is vannak egyébként látványos sikerek, mintha elmegyek egy, nem tudom, gimnáziumi osztályba, és 45 percet tudok tölteni 13-14 évesekkel, és beszélni róluk, vagy beszélni velük egy picit a toleranciáról. Nagyon-nagyon boldog. Nem félsz tőlük, amikor bemész egy ilyen osztályba? Egyáltalán nem. Mert az ezerfejű sárkány egy osztályterem. Mondjuk az ovisok a kedvenceim, az tény, tehát én egy óvodai programban dolgoztam, és az ovisok... sárkány, legfeljebb rajzolnak. Ők nagyon-nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon szeretem, de én a gimnazistákkal is nagyon jól megértem magam, mert hogy
Alapvetően egy elég közvetlen ember vagyok, és viszonylag gyorsan megtalálom velük a hangot. Az mondjuk kicsit fájni szokott, amikor csókolommal köszönnek, de amikor ezzel átlendülünk, akkor azért tudjuk. Amikor először leszídod őket keményen, azért akkor átlendültök rajta. Igen. Hogy vélekednek rólad azok, akik valamelyes pályatársak is, meg mondjuk mit gondolnak arról, amihez a te hírességed, ismertséged fűződik, ebből készült egy összeállítás, először ez utóbbit, tehát hogy mi az a paralimpia? Paralimpia az olimpia, amit mozgássérülteknek, illetve egyéb okból kifolyólag sérülteknek szerveznek. Jó dolognak tartom. Olyan embereknek az olimpiája vetélkedése, akik korlátozottak a mozgásukban, tehát valamilyen szervi hiányossággal küzdenek. Örülök neki, hogy ilyen is van. Mozgássérültek vagy fogyatékosok olimpiája. Nem nagyon különböznek, mint emberek a magyar olimpiai sportolóktól. Jó eredményeket élnek el, és ez az ország számára fontos. Nem értek messze az igazságtól. És az a fura a dologban, hogy nem nagyon szelektáltunk ám. Tehát nem az történt, hogy most azt kihagytuk, ahol azt se tudták, hogy mi az, meg nem fontos, nem. Ezek jöttek sorba, ezek a válaszok. Ami sokkal jobb képet mutat szerintem, mint amit gondolunk. Erről az egész dologról, magáról a paralimpiáról is, meg a mozgáskorlátozottak megítéléséről és ismertségéről is. Ebben neked mennyi szereped van, mit gondolsz? Azt hiszem, hogy Szekeres Pál volt az első áttörés, és az, hogy ő bekerült ebbe az egész paralimpiai mozgalomba, és az ő neve vált ismerté. És amikor úgymond Pali kitaposta az utat, akkor kerültem be én a képbe 2000-ben 16 évesen, és talán az én előnyöm annyi volt, hogy engem nagyon gyorsan befogadott és megszeretett a média. És elkezdtek foglalkoztatni, ami avval, hogy Athénban egyetlen aranyérmes voltam, nagyon-nagyon megsokszorozódott, és Athén után tényleg gyakorlatilag nem volt olyan nap, hónapokig, hogy nem mentem volna vagy élménybeszámolóra, vagy interjúkra. És én 16 éves korom környékén már megértettem ennek a felelősségét, vagy legalábbis én tudatosan készültem arra, hogy úgy viselkedjek, hogy úgy képviseljem az ügyet, hogy az előre mozdítsa. Tudod, ez egy olyan dolog, nem mondok kulisszatitkot vele, még hogyha egy kicsit nyersen is hangzik majd, hogy ez úgy működik a szerkesztőségekben, főleg a televízióban, hogy mondjuk itt van egy 16 éves kis csaj, aki nyert egy paralimpiai aranyérmet, csinos a csaj, és értelmesen beszél, hívjuk már be. És ezzel, hogy azt mondod, hogy ezt te tudatosan elkezdted használni, ezáltal értelemszerűen a legjobb nagykövetévé váltál az ügynek, mert nem csak sikeres volt, nem csak győztes voltál a magad helyén, hanem jól tudtad képviselni, és jól voltál megmutatható is, ha ezt így érted, nyilván érted. Volt valaki, aki ebben téged tolt előre? Hogy ezt neked csinálnod kell, mert erre vagy kitalálva? Nem. Vagy saját magad építetted magad? Igen, általában elég önfejű vagyok, és megyek a magam feje után, és én elég gyorsan kitaláltam. Azt hiszem Sydney után, amikor egy picit belecsöppentem a média világába, hogy én ezzel akarok foglalkozni, én ezt fogom tanulni, és azért fogom ezt tanulni, hogy később tényleg mondjuk az esélyegyelőség területén úgy tudjam ezt, ahogy te mondtad, nagyköveti szerepet vállalni, hogy abban tényleg jó legyek. És erre van igény valóban? Tehát amikor nincs éppen egy olimpia, és éppen nincs aranyérem a nyakadban, akkor pont olyan könnyű az utad, ha te akarsz mondani valamit a stúdiókban, mint amikor tőled akartak valamit hallani? Most már ritka az, amikor én akarok valamit mondani, mert hogy úgy gondolom... De az jó. Igen. Vagy legalábbis nem a nyilvánosság előtt. Viszont a kommunikáció és az, hogy mondjuk ott egy tudást elsajátítottam, az élet minden területén nagyon fontos, és én most már sokkal jobban hiszek a személyes kapcsolatokban, abban, hogy előrébb mozdítom az ügyet, ha én elmegyek mondjuk egy gimnáziumba, egy óvodába, egy esélyegyelőségi napra, mint hogyha nem tudom, elmegyek valamelyik reggeli műsorba, vagy akármilyen celebshowba. Válogatsz? Igen. Most már válogatsz? Köszönöm, igazából mindig válogattam. Azért én nagyon igyekeztem a hitelességemet megőrizni, és hogy nehogy egyszer csak úgymond kicsúszson a kezem közül az, hogy én mit akarok mondani, és hogy egyszer csak már olyanokat is mondjanak, amiket én nem biztos, hogy szeretnék. Azt, hogy te fogyatékkal érsz, azzal nem akart soha visszajönni a média? Nem tudom, hogy ebben hogy lehetett hogy, volna. Hogy akkor most mutasd, hogy ezt hogy csinálod, hogy azt hogy csinálod, tehát hogy gyakorlatilag díszletet, meg látványosságot csinálod. De volt ilyen még talán valamelyik olimpia után, de mondtam, hogy ne, ezt azért ne csináljuk nagyon nagy, akkor jó, de izgalmas, hogy nem tudom, hogy főzök kávét, vagy
nem tudom, hogy gondolom a kávéfőzővel. Igen. Egyébként, na jó, hát ha már itt tartunk. Hogy főz a kávét? Kávéfőzővel. Azt, amit te nem tudtál megoldani, ezt egyszer mesélted valahol, hogy azt azért oldottad meg, csak azért is dacból, és tanultad meg, hogy bebizonyítsd, hogy te pontosan olyan vagy, mint bárki más. Miközben büszke vagy arra tulajdonképpen, hogy nem vagy olyan, mint bárki más, hogy te különleges vagy. Ez egy furcsa ambivalens helyzet. Nem másoknak akartam bebizonyítani, hogy olyan vagyok, mint bárki más, egyszerűen idegesített, hogy valamit nem akarok, nem tudok megcsinálni, és magamnak bebizonyítani, hogy már pedig én ezt meg tudom csinálni. Te mint a cipőfűzés? Hát a cipőfűzés az még nem volt a tudatos korszakomban, bár 4-5 évesen is már rendkívül tudatos voltam. A hajgumizás volt egy ilyen, ami néhány éve. Ezt a problémát én nem ismerem, ezt elmondod? Az hogy van? Nem tudtam begumizni a hajam. Ja, mert az két kéz. Igen. Aha, és igen. Azért megnövesztettem a hajam, hogy én kikísérletezzem azt, hogy ezt hogy tudom megoldani, és aztán begumíztam a hajam, és akkor levágattam a probléma megoldani. Most onnantól megold. Nem volt fontos. Igen, onnantól kezdeni. A másik meg, ami feltűnő, hogy abszolút napra készen vagy divatos, ami ugye egy egészen fura dolog, mert hogyha ez lenne a szakmád, akkor érthető lenne ezeket, borzasztóan nem ez a szakmád, viszont Makány Mártánál öltözöl, nagyon fontos mondtad, hogy milyen kár, hogy nem látszik most a cipőd, mert egy nagyon szép cipő van rajtad, tehát, de látszik a cipőd, hoppá, a kollégák mindjárt megmutatják azt is. Ha érkezik a kamera. Tehát, hogy ezek ilyen kicsit fura dolgok, mert ezek nem szoktak nyilvánosak lenni, te viszont ezeket is nyilvánosan éled. Azért nem, tehát hogy igyekszem itt is megőrizni azt a cipő, tessék, itt a cipőm, igen. Egy kicsit cipőmániás vagyok, ezt azért be kell vallani, tehát hogy több tűsarkú cipőm van, és már amikor úsztam, több tűsarkú volt, mint sportcipő. De mondjuk Makány Márta mániás is vagy? A Mártával egy közös baráton keresztül találkoztunk, és nekem nagyon megtisztelő volt, hogy volt olyan esemény, amire ő adott nekem ruhát, és én nagyon boldog voltam, hogy az ő ruháit viselhetem. De egyébként én ezt otthonról hozom, hiszen az anyukám kozmetikus, tehát hogy én ebben nőttem föl, hogy igenis a külső megjelenés rendkívül fontos, az, hogy az ember mindig ápolt legyen, hogy ahogy te mondtad, mindig napra kész legyen a divatban, az igenis az első benyomás része is. Nem érzem magam hátrányban, hogy első benyomásként pozitív, tehát hogy esetleg negatív lenne velem kapcsolatban, de azt gondolom, hogy a fogyatékos embereknél ez még fontosabb, hogy erre figyeljenek, hiszen így jó megítélést tudnak kialakítani magukról. Erre majd visszatérünk, mert ez egy érdekes megközelítés, de nézzünk egy másik fajtát, az ismerősökét. Jézusom! Pásztori Dori egy tök jó csaj. Nagyon jó humorral megáldott, értelmes, érzékeny, és egy nagyon tudatos nő. Egy póker műsor kapcsán voltam vele huzamosabb ideig együtt, és nagyon szerettem, ahogy ő tudatosan hajtott természetesen a győzelem felé, de az, ami fantasztikus, hogy azt is elfogadta, hogy nem ő győzött. Úgy gondolom, hogy ő egy nagyon színes és érdekes személyiség, és nekem legkevésbé a fogyatékosság jut eszembe a Dóriról. Egy vagány, önmegvalósító, aki rengeteget investált abba, hogy neki sporteredménye legyen, rengeteget edzett, rengeteget küzdött érte, és most megpróbálja az élet egyéb területén megállni a helyét, ami azért neki nagyon sok sikert kívánok. Én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon jó üzenet a társadalom felé a tekintetben, hogy miről szólna az esélyegyenlőség. Ő ezt persze kiharcolta magának, de én úgy gondolom, hogy a szereplésével viszont utat nyit másoknak. Hú, de szépeket mondtak. Igen, kicsit izgultam. Hogy mit fognak mondani? Igen. Kétségeid voltak? Attól nem tudtad, kérdezel. Hogy... Na jó, hát ellenségedről én nem tudok, tehát így könnyű volt a helyzetünk. Egy érdekes megközelítés volt, amit Szekeres Pál mondott már azért is, mert te kicsit fordítva működsz, mint általában működni szoktak azok, akik valamivel problémával, mindegy milyen problémával küzdenek az életben, mert azt te teljesen félre rakod, mintha az nem lenne. Tehát gyakorlatilag úgy éled az életed, mint hogyha teljesen épp lennél, semmiféle problémád nem lenne, és akkor így kell téged elfogadni, és akkor így kell neked ajtót nyitni. Így mész be egy ajtón. Jó, de ez nagyon érdekes, nagyon nagy családi poén nálunk, hogy szoktam mondani, hogy 5 perc múlva ott vagyok. Tehát, hogy te hogy számolsz 5-ig? Hát így? Viccesen. Tehát egyszer volt egy úszó kommentálás, ahol az angol kommentátorok ültek mellettünk, és elment a rendező, és csak mi magyarok hallottuk, mert Debrecenben volt, és szóltak, hogy számoljak vissza nekik a reklám előtt 5-ig, és én számoltam, hogy 5, 4, és így néztek, hogy akkor most mi van. Úgyhogy ilyen az egyszer én életemben, igen, gond nélkül, és a körülöttem lévő emberek is így élnek, tehát 5 ujjas kesztyűt, az simán a kezembe nyomnak, áh, húzd fel, és mondom,
hova, lábamra. De azért, működik így a körülötted lévő emberekben, mert a világ legtermészetesebb módjaként működsz velük. Igen, ez, azt hiszem, hogy ez a titok, hogy én kívülről, vagy az én agyamban én egy teljesen ép és egészséges ember vagyok. De mennyire kellünk mi, és mennyire múlik rajtad? Tehát mennyire kell a körülötted lévő társadalom együttműködése ebben, és mennyire döntöd el te önmagad, hogy te így fogsz élni, és kész, így tessék elfogadni, és el fognak fogadni. Tehát ez ilyen egyszerű lenne? Nem, ez biztos nem egyszerű, ez nyilván egy folyamat. Először valószínűleg kell hozzá egy személyiség, egy nyitottabb személyiség, akinek mondjuk egy olyan családba kell beleszületnie, ahol az egész család így áll hozzá. Én ebben nőttem föl, hogy ez egy természetes dolog volt. Soha semmilyen helyzet nem volt az én életemben, ahol a családomtól azt a visszajelzést kaptam volna, hogy én más vagyok. Rendes óvodába jártam, rendes iskolába jártam, nem ijedtek meg attól, hogy levigyenek az uszodába, holott ott fürdőruhába, ugye mindenki látja, hogy hány ujjam van, hány centis a jobb és bal kezem, tehát hogy semmifajta ilyen típusú félelem nem volt a családomban, és amikor én bekerültem a szélesebb társadalomba, akkor én már készen voltam erre, és onnantól kezdve könnyű dolgom volt. És könnyű dolgod van? Igen. Ugye egyébként könnyű dolgod van? Tudod már az utadat? Én úgy konferáltalak 3-4 órával ezelőtt, hogy egy olimpikon, aki még most is keresi az útját. Én azért egy kicsit ilyennek látlak, tehát megvan a két olimpiai bajnoki címet két olimpiáról, ami nem akármi, erről lehet, hogy még lesz időnk beszélni egy kicsit. Megvan a döntés, hogy visszavonulsz, a második diplomádat szerzed éppen, és ha jól tudom, akkor Brüsszelbe pályázol ösztöndíjért. De hova mész? Most mi van? Igen, ez pont, hogy ez a Brüsszel, ezt jó, hogy említetted, mert hogy ez egy nagyon fontos állomás volt az életemben, hogy én pályáztam igen egy brüsszeli 5 hónapos ösztöndíjra, amit nem kaptam meg. És akkor gondolkodtam el azon, hogy itt vagyok, 7 éve visszavonultam. Na jó, ők nem ismertek téged azért. Pedig ne igyekeztem ne leírni. Nem következtetéseket ebből. Akkor gondolkodtam el azon, hogy tényleg ki vagyok, honnan indultam, hova tartok, akkor én most sikeresnek mondhatom magam a civil életben, vagy nem, be kell látnom azt, hogy én kudarcot szenvedtem, mert még mindig nem tudom, és akkor jött egy lehetőség, hogy az Eurosportnál elkezdtem dolgozni marketingesként, amit én mindig is nagyon szerettem, ugye kommunikációs diplomám van, dolgoztam a sportmarketing területén, és most érzem azt, hogy a helyemen vagyok, és emellett tudok tenni olyan dolgokat, amik viszont a szívügyeim, és ahhoz, hogy én harmonikusan éljek önmagammal, szükség van arra, hogy én foglalkozom az esélyegyenlőséggel, és a jelenlegi munkám mellett ezt megtehetem, van rá időm. És ennek is van? Igen, azt hiszem, vagy remélem. Tehát a Gondolkodj Egészségesen program, ahol én dolgoztam 3 évet az egyetem alatt, ők azért a mai napig számítanak rám, és megvan a nyitottság bennük. Ők az óvisok, akikkel együtt dolgoztatok, ugye? Igen, az óvodai program. Ez egy egészségprogram, ahol van tolerancia téma is, és én nagyon szívesen foglalkozom ebben, és hiszek abban, hogy óvodáskorban kell elkezdeni a gyerekek toleranciára nevelését. És mivel én nagyon jól megértem velük magam, ezért talán tudok egy közvetítő lenni. Amikor... mindegy, megkérdezem. De amikor pasizol, akkor az számít, hogy te milyen vagy? De ezt én mondtam, hogy én ilyen típusú kérdésekre nem fogok válaszolni. Nem mondtad, nem beszéltük meg, hogy mire válaszolsz, és ez egy élő adás, tehát benne vagyok. Igazából nem a pasikra vagyok nyilván kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy amikor elmész a barátnőiddel, akkor neked szempont-e az, hogy például melyik oldalról ülsz? Hogyha tetszik egy fiú. Tehát, hogy minden esetben ki tudod zárni, azt mondod, hogy büszke vagy, örülsz büszke, nem vagy, örülsz annak, hogy így születtél. De minden esetben, minden szituációban, az élet minden pillanatában ki tudod zárni azt a gondot, amit jelenthet esetleg egy külső szemlélő számára, hogy így jó, születtél? Minimálisan válaszolok a kérdésre, de csak azért, hogy elmagyarázzam, 7 éve őrzöm a magánéletemet minden szinten, tehát hogy a legfelületesebb kérdésre sem válaszolok, de nem volt negatív tapasztalatom ezen a területen sem, tehát soha nem volt az, hogy mondjuk azt kaptam volna vissza, hogy azért, mert neked 3 vagy 5 ujjad van, azért nem lesz semmi. Tehát, hogy aki engem megszeret, és akit én érdeklek, mint nőt, vagy mint embert, akkor az nem az első pillanatban, vagy nem a külsőm, vagy ha a külsőm alapján, akkor nem a kezem alapján szeret belém, vagy lát szimpatikusnak, úgyhogy mondom, nekem nem volt ezzel kapcsolatban. Szalai Krisztával szólva, te egy jó csaj vagy, és nem ezért kérdeztem. Vannak kérdéseink. 2 Bródi János Tini elhasznált. Kicsit fájt, hogy a posztok kérdést én azt nagyon szerettem volna. Azt nagyon szerettem a szívecsücske Pécs eleve. Hát meg én lent voltam a posztom múlt héten, igen. De azért. Az igazság, hogy annyira egyértelmű, hogy melyiket fogom választani, hogy lehet, hogy azért nem választom azt, de persze nem bírom ki, hogy a 4-es ne választom. Mert hogy a 4-es neked a...
Hát én... Hát úszóként a négyes pálya. Igen, meg 84. negyedik hó negyedikén születtem, most is itt van a nyakamban a négyes kis embléma, úgyhogy... Hát akkor jön a négyes. Akkor legyen a négyes. Rövid időn belül harmadszor is kikapott 200 méter pillangón a világcsúcs tartó Michael Phelps, az amerikaiak 14-szeres olimpiai bajnok úszója. Ezúttal, ha csak egyetlen század másodperccel is, de az ausztrál Nick Darcy bizonyult nála jobbnak, aki a hajrára elkényelmesedő riválisa előtt 1:55.39-szel ütött célba a Santa Clarai nemzetközi viadalon. A vasárnapi döntőben elszenvedett vereség előtt Phelpset két alkalommal is a kínai Peng Wu győzte le azt követően, hogy az amerikai sztár 9 éven át 60 fellépésén egyszer sem veszített a hosszabbik pillangószámban. A verhetetlennek gondolt Phelpsre két nappal korábban 100 méter gyorsan és egyértelmű vereséget mért a dél-koreai Park Dae-hwan. Jó, kicsit kiszámítható vagyok, úgy érzem. Ezt a négyes számot, ezt azért szerintem egy fél ország tudja, mert négyes, úgyhogy ezt direkt odaadtuk a kollégákkal. Igen. Mit szólsz Phelpshez? Vagy általában mit szólsz Phelpshez? Nem vagyok Phelps rajongó, ezt azért hozzá kell tenni. Elképesztő úszó és egy korszakos egyéniség az úszósportnak. Nekem emberileg nem kifejezetten szimpatikus, de az eredményeit maximálisan elismerem, és azt gondolom, hogy ugye Shanghaiban lesz világbajnokság egy hónap múlva, attól, hogy most kikapott, én nehezen tudom elképzelni, hogy azokban a számokban, amiben ő elindul, meg tudják verni. A 200 pillangó ugye neki az összes száma közül a kiemelkedő, most is azért egy századdal kapott ki, és azért világranglista második idő ez az egy század, és csak Darcy-é az első idő. Úgyhogy szerintem ebben nem lesz gond. Nagyon érdekes az, hogy ő neki mennyit segített a ruha, a cápa dressz, és hogy mennyire megközelíthető lett, mennyire elérhető lett a textilruhás korszakban. És hát ez a világbajnokság, ez ilyen szempontból is érdekes. Mondanak lesz. Mást is, tehát csúnya hangok feszegetik azt is, hogy lassan a dopingolásban is utolérik a többiek kerülnek. Mi a véleményed? Nehéz, mi? Nehéz, igen, ez nehéz kérdést. Igyekszem mindig nagyon diplomatikus válaszokat adni. Tehát ebben van diplomatikus válasz? Én megmondom, miért szeretem az úszást. Mert egy rendkívül látványos sportág, és a mai napig vannak olyan úszók, akik gyönyörű technikával úsznak. Lehet miben gyönyörködni. Ha elvonatkoztatunk... Egy rossz úszó hiába doppingol, nem lesz világcsúcs tartó. Ez így van, és elképesztően sok munka van ebben a sportágban, és ezeknek a sztároknak is iszonyúan sokat kell dolgozni. És most azt mondjuk, hogy az egyik szem világbajnok a doppingol, a másik szem világbajnok a meg nem, mert hogyha azt mondjuk, hogy mindenki doppingol, akkor Hosszú Katinka és Gyurta Dániel is világbajnok lett Rómában. Hogyha viszont azt mondjuk, hogy hát mindenki doppingol, csak a magyarok nem, akkor mi az igazság? Hát, tulajdonképpen értjük a választ szerintem. A parasportban van dopping? Nem kell túl gondolni. A parasportban van dopping? Nem, még nem akarom, hogy ez így maradjon, hogy értjük a választ, hogy nem ne kell... Ne értsük. Ne értsétek a választ. Nem kell túl gondolni, én azt gondolom, hogy élvezni kell azt, amit látunk az úszósportban, és ez maradjon a kulisszák mögött. Én nem látok bele a kulisszák mögé, én nem látom azt, hogy napi szinten mi zajlik ott, ezért nem tudok véleményt te alkotni. Te úsztál épekkel, ugye? Igen. Nem láttam doppingot soha, és sokkal, ez komolyan. Sokkal jobbak voltak nálad? Igen. Ők egyébként ugyanúgy edzenek, és ugyanazt kell elvégezniük, mint neked, vagy fordítva neked ugyanazt, mint nekik? Hát ez úgy történt, én Jakabos Zsuzsival edzettem együtt végig, és az volt, hogy ahhoz, hogy mi az edzésünket meg tudjuk csinálni végig, ő 400 gyorsot úszott, én 350-et, mert én 350 alatt értem be, mint ő 400 alatt, és akkor így mindig egyszerre értünk be, egyszerre tudtuk a következő feladatot kezdeni. Tehát megvolt az, hogy nekem hány százalékát kell az ő távjának úszni, ugyanannyi idő alatt. Idézőjelben még te jártál jól. Igen, nagyon jó volt. Na, úszunk egy másikat. Jaj, még egyet. Na. Kicsit félek. Legyen a kettes, ha már páros számok. Négyes hát fele. Kettes. A Rolling Stone magazin hírül adta, hogy június 12-én, életének 83. évében elhunyt a legendás The Coasters alapító tagja, Carr Gardner énekes. A vokális zene fénykorában a csapat hamar befutott, 1955-től sorra jelentek meg slágerlistás kislemezeik, mint a Jeketiek, a Charlie Brown vagy a Poison Ivy. 1987-ben bekerültek a rock'n'roll hírességek csarnokába is.
Fia, ifjabb Carr Gardner a The Custers honlapján búcsúzott édesapjától, és egyben azt is közölte a rajongókkal, hogy nem oszlatja fel a közel 60 éves együttest, sőt, továbbra is énekli majd apja régi nagy slágereit. Hát, köszönöm szépen! Hát a te korodban belegondolni, hogy a zenekar közel 60 éve alakult, az már önmagában a paródia. Nem kell erre igazán mondanod semmit, én egy egészen másik oldalról közelíteném meg. A te korosztályodra azt szokták mondani, hogy csak az aznapi slágerek, az aznapi kultúra fogyasztása. Te ebből a szempontból egy kicsit kilógsz, ez az iskoláid, a családod, vagy a saját működésed, igényeid, világlátásod miatt van. Arra gondolok, hogy azért te színházba járó ember vagy, azért te nem csak az úgynevezett tusztus zenét kedveled, tehát egy csomó dolgot lehet róla tudni, ami egy kicsit más, mint a generációd. Kilógsz a generációdból? Nem tudom, én a generációim tagjaival járok színházba, beszélgetünk. Vagy megvan az a kör, egy adott kör, amelyik elevevő? Nyilván sokat számít az, hogy milyen közegben nőttem föl. Az én nagybátyám, azt tudom azt, hogy egyrészt felelős azért, hogy én a jó borokat szeretem, felelős azért, hogy a Kispál és a Borzon nőttem föl, felelős azért, hogy meg vagyok veszve a kosárlabdáért. Jó fej nagybátyám, üdvözlöm innen is. és amikor kialakult az én személyiségem és identitásom, akkor éppen olyan emberek voltak körülöttem, akik ilyen irányba tereltek, és nyilván befolyásoltak, és azt gondolom, hogy egy jó amit irányba. Amit az előbb láttunk, hogy a Coasters az vicces volt, vagy érdekes, vagy milyen volt? Kicsit kellemetlen éreztem magam, hogy alapvetően műveletlen vagyok zenében, mert hogy nem mondott a hír nekem semmit, de gyakorlatilag zenei mindenevő vagyok, tehát hogy nem tudnám azt mondani, hogy ezt vagy azt a stílus szeretem, hangulattól függ a klasszikus zenétől át a könnyű zenei mindent meghallgatok. Tanulni például klasszikusra szeretek. Tolja papának mit válaszoltál arra a kérdésre, hogy mész Londonba? Azt válaszoltam, mindig azt szoktam neki válaszolni, hogy olyan jól meg vagyunk mi most, békében vagyunk, szeretjük egymást, kár ezt elrontani de a napi. Hiányzol neki? Tehát hiányzik neki a Dóri, akit naponta nyúzhat, de tudja, hogy világcsúcs van benne? Hát az meglepődnék, ha én napi szinten hiányoznék neki, mert hogy nekünk tényleg nagyon küzdelmes volt a közös életünk, viszont a versenyzői nem azt hiszem, hogy igen. Tehát versenyen velem nagyon-nagyon könnyű volt, és azért talán minden edzőnek az álma az, hogy versenyen ugyanaz gondolja a versenyző, mint ő, és ugyanazért menjen, és ugyanabban a hangulatban menjen a medencében. Van egy szörnyű minőségű felvételünk, de azért csak megmutatjuk itt a háttérben csendesen, ahol úszol éppen, és nem akármilyen fölénnyel, és nem akármilyen különbséggel nyered meg az olimpiát. Benned nagyon sok győzelem volt, még ez egy nagyon rossz minőségkép, ez az egyetlen, amit össze tudtunk szedni erről a versenyről. Igen. De hát ez egy nagy verseny volt, ahol egyáltalán nem volt rajta egy győzelem. Én a csíkban úszom egyébként, és az atén, igen, hiszen ez a négyes pálya. Igen. A változatosság kedvére a négyes pálya. Itt még szorosnak látszik a végén, nem tudom, eljutunk-e a végéig, de gyakorlatilag egy fél úszodóhoz volt a különbség a javadra. Benned volt még biztosan pár világcsúcs, és ezt te magad is tudod. Igen. Valahol nyilatkoztad. Nem hiányzik? Nem sajnálod, hogy ezt nem csináltad teljesen végig? Tehát nem ott hagytad abba, amikor azt lehetett volna mondani, hogy na itt a vége. Én ott hagytam abba. Hát ki? Miért? Európa világ és olimpiai bajnok voltam, és olimpiát nyertem világcsúccsal, úgyhogy délelőtt is világcsúcsot úsztam, és délután is. Mi lehet ennél több? És megvédtem ez volt a baj, hogy mi lehet ennél több? Nem, az volt a baj, hogy nem tett boldoggá. Az előző téma, amiről beszéltünk, hogy én egy kultúra iránt érdeklődő, nagyvilág iránt érdeklődő ember vagyok, és nekem nagyon szűk volt az, amit az élsport ad, az a világ. Az, hogy nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy reggel 5:30-kor ott legyek az úszodában, meg délután 2:30-kor vagy 2:00-kor ott legyek. És kitágult a világ? Most igen, jó? Igen, most jó. Viszont örömmel nézzük ezeket a képeket is. Na ott úszik Pásztori Dóri, és ér mindjárt a célba, és nyer olimpiai bajnoki címet Athénben, és itt volt az ATV-ben a Húzós című műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ezekkel a képekkel, köszönöm kell tőled is.